Péntek óta zenészek és pantomimesek fogadják a nagy érdeműt a Móri Zsigmond Színház előtt. A legszerencsésebb nézők bejuthattak a versenyprogramok egyikére. A hétvégén nagy sikere volt a Bartók Kamara Színház és a Víg Színház előadásának. A Nemzeti Színház a Fodrásznő című darabját hozta el, amely 2010-ben a Poszt legjobb előadásának díját kapta. A címszerepet Szűcs Nelli alakítja, aki ugyanakkor a legjobb női alakításért járó elismerést vehette át. A művész szerint a fodrásznő maga a szeretet és a szerelem. Ez egy olyan előadás számomra, hogy mindig úgy megyek neki, hogy nem tudom, mi lesz a végkifejlet. Amikor meg lejátszuk az előadást, akkor azt érzem, hogy már vége van, hát mi csak most kezdtük el. Nem jól csináltam semmit, megint kezdjük el az egészet előről. Az előadással gyakran utazik a társulat. Hazai fesztiválok mellett vendégszerepeltek Romániában, Ukrajnában és Oroszországban is. A darab sikerének Trill Zsolt szerint számos titka van. Nagyon jó csapat jött össze, aztán Rizsakov egy nagyon fontos személyiség ennek az előadásnak, Viktor Rizsakov, ő a Moszkvai Színháznak a rendezője. És volt egy nagyon izgalmas próba folyamat, szerintem ez. Az anyag is izgalmas volt, bátran lehetett variálni, hozzákölteni, elvenni, és akkor így... Mi nagyon jó éreztük magunkat. Mi se gondoltuk, hanem úgy csináltuk. Nem akartunk mi fesztivál darabot csinálni, hanem úgy jó érezni akartuk magunkat. A Kródi Kamara színpadon a hétvégén a Füge produkció és a Gólem Színház mellett a Nemzeti Színház művésze Olt Tamás is fellépett, aki a Szájon lőtt tigris című zenésest egyik szerzője, rendezője és előadója is egy személyben. A darab, amelyet Vaszkó Bencével együtt írt a művész, Rejtő Jenő művei alapján született. Úgy éreztem, hogy nagyon szeretnék beszélni erről, nagyon szeretném, hogyha az emberek megismernék őt. Kicsit jobban, természetesen a humort se hagyjuk ki az előadásból, a zenét se hagyjuk ki az előadásból, de mégis inkább egyfajta ilyen kegyeleti tisztelgés az Rejtő Jenő előtt. A fesztivál versenyprogramjában többek között fellép még a Karinti Színház, a Játékszín, a József Attila Színház és az Orlai Produkciós Iroda, koncertet ad majd a 30Y és Herzko Ági is.